A méhecske barátod nem bánt, ha te sem bántod. Aznap az unokáimmal maradtam megint, mert a fiam és a menyem elutaztak a ceglédi mamához kukoricát kapálni. Reggel, még félálomban kitántorogtam a konyhába, de mikor megláttam az asztalt, rögtön felébredtem. Felébredtem és felhördültem, mint tapikutya a kerítésnél. Beni, Saci, Lizi! ki evett itt este utoljára? Az asztalon hangyák rohangáltak ide-oda, mint a plázákban a pestiek, és cipelték az otthagyott falatokat, húsdarabot, süti morzsát. Dörgő hangomra persze Benny, meg Saci kirohantak a szobájukból, ahol Lizivel játszottak, aztán rémülten megtorpantak ők is, meglátták a hangyos ereget az asztalon. Egy pillanat múlva Lizike is kitotyogott. Vészjóslóan megismételtem a kérdést. Ki evett itt este utoljára? Ki nem takarította le az asztalt? Beni sacira nézett, saci Lizire nézett, Lizi meg rám nézett, és azt mondta. Böbö, papa, böbö, igen mondta Saci. Te ettél utoljára, papa, míg az asztalnál voltál, mikor mi lefektettük Lizit, és mentünk tévézni. Áltam és pislogtam. Ja, tényleg. Uh -oh. Igen, I igen, dadogtam. Igaz, én ettem utoljára, én, és, és azért hagytam itt a morzsákat, hogy hogy, hogy izé, lássátok, milyen bajt okoz, ha egy kis um, izé, maradék marad az asztalon. Igen. Papa! Harsogta Beni meg Saci felváltva a fülembe. Ne szédíts! Ezt nem cuclizom be! Hagyjuk a rizsát! Nem estünk fejre. Pimaszok, gondoltam ezt a szöveget is tőlem nyaltál. De nem szóltam semmit, csak felkaptam a fejem, mint aki megsértődött, aztán morzsástól, hangyástól sietve felnyaláboltam a terítőt, és kisiettem vele, hogy kirázzam a fűbe az udvaron. Minden esetre most láthatjátok, mi történik, ha rendetlen valaki. Oktattam őket szigorúan, mikor visszatértem, mert egy jó papa holtig tanul. Látjuk, papa, látjuk, mondta Beni. Meg azt is látjuk, hogy nyitva hagytad az ajtót, és bejött egy méhecske. Jaj, jaj, kiabált Saci, és Lizivel együtt bebújtak az asztal alá. Meg fog szúrni! De hogy fog, mondta Beni az én okos unokám. Ha te nem bántod, ő sem bánt téged. Csak akkor ereszti beléd a fullánkját, ha kergeted, csapkodod, mert védekezik. Így van, mondtam. Amikor gyerek voltam nyíregyházán, sokat jártunk mezitláb. Gyakran előfordult, hogy ráléptem egy méhecskére vagy darázsra, és megszúrt. Nem néztem a lábam elé. Jó, mondta Saci. Nagyon fájt, ugye? Fájt, fájt. De nagyobb baj volt, hogy a méhecske fullánkja benne maradt a talpamban. Ügyesen ki kellett húzni meg, alkohollal fertőtleníteni a sebet. – Sírtál? – kérdezte Saci. <laughs> – Nem sírtam. <laughs> – Ordítottam. – De azóta figyelek. És nem csak a lába elé, ha a kertben iszom a pohárból. Megnézem, nem szállt bele valami. Méhecske, legyecske, muslinca, ha kint eszem szendvicset, ellenőrzöm, nincsen rajta darálás. Még jó, hogy ti nem vagytok túl érzékenyek, vagyis allergiások a méhcsípésre. De anya, néha allergiás rád, mondta Saci. Kösz az információt, morogtam. Majd igyekszem anyádat nem szurkálni. A méhcsípés az semmi mondta Beni, miközben néztük, hogy a mi szelíd méhecskénk kirepül az ajtó. Az asztály kiránduláson egy kullancs kóstibi nyakába furta a fejét. Teri volt egy spéci csipesz, rögtön kikapta a kis vámpírt. Terinéni figyelmeztetett is, hogy otthon, fürdésnél alaposan vizsgálja át magát mindenki, mert a kullancs szereti a meleg helyeket, a hónajunkat, meg ott lent a combunk tövénél. Én nem megyek kirándulni, az biztos, sziszegte Saci. Ne butáskodj, mondtam. Egy kullancs itt a kertben is bármikor rádmászhat. Kösz az ötletet, papa, húzta el a száját Saci. Most megnyugtattál, akkor a kertbe sem megyek többet. Ugyan már, kapta fel a hangját Benny. Ha kimégy, öltöz fel rendesen, vagy fúj a karodra, a lábadra kullancsriasztó sprés. Az nem csak a kullancsokat kergeti el, hanem a szúnyogokat is. A szúnyog is nagyon utálatos, nyivákolt Saci. Úgy viszket, folyton vakarni kell. Éppen, hogy nem szabad vakarni, mondtam. Ha elvakarod, belemásznak a sebbe a bacilusok, és elfertőződhet. A csípésre, akár szunyog, akár hangya, vagy más rovar a bűnös, a legjobb gyógyszer egy kis ecetes lé, vagy citromlé. A méh csípésre meg egy karika hagyma. Gyerekkoromban nyíregyházán, papa, vihogott Beni, Ma már kapható kenőcs, meg spré a csípésekre. Nehogy már hagymázzunk, meg citromozzunk, mint ezer éve. Milyen ezer éve? Én ezer éves vagyok. Akkor a taslit kapsz kis unokám, hogy a faladja a másikat. <laughs> És nem csak pimaszkodsz, de tévedsz is. A hagyma, a citrom, az ecetes oldat ma is ugyanolyan jó, mint a gyerekkoromban. És olcsó. Oké, okay, oké, okay. bocs, tette fel a kezétben. Inkább reggelizünk. Na ja, morogtam. Ha egyszer véletlenül nekem van igazam, akkor rögtön reggelizzünk. Böbö, -bö, papa, böbö, -bö, mondta Lizi, és megfogta a mutató ujjamat. Látjátok, mondtam a két nagyobbnak. Lizi mindig nekem ad igazat. Mert még nem ismer, mondta Beni a pimasz, de már szaladt is, mert tudta, ha elkapom, és lesz. Vigyázott hon tűzre, gázra, Vigyázotthon hon elcsúszásra, éves késre, forróságra. Vigyázotthon hon egész házra, a pincére, a padlásra, felbukásra, orvosságra, méhecskére. És Darázsra, Bencére, meg Sacikára, Lizire és a papára vigyáz otthon.